A megyeszékhely önkormányzata tekintettel arra, hogy a Nyíregyháza Spartacus MB3-as szerepléssel elesett minden szakszövetségi finanszírozástól, szponzori szerződésben meghatározott feltételek szerint járul majd hozzá a csapat jövőbeni működési költségeinek fedezetéhez. Erről is döntés született a nyíregyházi közgyűlésen. A továbbiakban pedig jóváhagyták a Nyírtávhű Kft. És az önkormányzat közötti közszolgáltatási szerződés meghosszabbítását. És sikeres KEOP pályázatot követően a kiíró az garanciát kér arra, hogy a pályázatból megvalósult beruházás fennmarad, ezért egy 5 éves ciklusra 2020 év végéig közszolgáltatási szerződést kell kötni a pályázatban megvalósított beruházásokra. Ezek a beruházások, ezek a város különböző területein távfűtési vezetékcserék lesznek, távfűtési vezeték korszerűsítések, úgyhogy a napi rendi pont ezt tartalmaz, ennek a szerződésnek a meghosszabbítása 2020-ig. Jelenleg is van már egy ilyen szerződésünk, de az 2019-ig érvényes, egy korábbi pályázatnak a hozománya ez, most ezt egy évvel meghosszabbítjuk. A megyeszékhely közgyűlésén az egyik napirendi pont a lezárás, az elbírálás és a megvalósítás alatt álló városi pályázatokról szólt. Nyíregyházára az jellemző, és ez nagyon büszkén mondhatom el, hogy mi mindig kicsit előre gondolkodunk a pályázatainkkal. Én ezt emelném ki ebből a napirendi pontból is, hogy vannak úgynevezett előkészítés alatt lévő pályázatok, amelyeket várjuk azt, hogy mikor dördül le úgymond a startpisztoly, mert nagyon sokszor nagyon rövid idő van arra, rövid idő áll rendelkezésre, hogy egy pályázatot be tudjunk adni, és gyakorlatilag most ezek kapcsán is, tehát a beadandó pályázatainkról is. Ez egy beszámoló tulajdonképp, egy tájékoztató a lakosság számára. A 2014-2020-as uniós úgynevezett integrált területi program nyíregyházi forráskerete több mint 24,6 milliárd forint. Az irányító hatóság és a város között létrejött egy megállapodás, amely gyakorlatilag a pályázatok elindításának feltétele. A megállapodás záradéka szerint az a közgyűlés általi jóváhagyással a jóváhagyás napján lép hatályba. Ugye azt tudjuk, hogy a városnak van egy 50-60 milliárd forintos elképzelése, ebből a 24,6 milliárd forint érhető majd el, tehát az a kérdés, hogy a következő időszakban mely pályázatok fognak kiírásra kerülni, és ezek a pályázatok majd hogyan fognak összhangban állni a város elképzeléseivel, hogyha ez így lesz, akkor szerencsés helyzetben leszünk, hogyha nem, akkor pedig nyilvánvalóan azzal kell számolni, hogy a későbbi kiírások során fogja majd a város benyújtani azokat a pályázatokat, amelyek a saját érdekeit legjobban képviselik. A közgyűlésen eldőlt a kerékpárút hálózat fejlesztésére is pályázik majd Nyíregyháza. Az ezzel kapcsolatos előterjesztésben már az is szerepelt, hogy mely útszakaszokon fejlesztenének. A tervek szerint többek között a Kálói út, a Kemecsei út és a Dózsa-György utca kijelölt szakaszain alakítanak ki egyesített gyalogkerékpárutakat. Minden olyan beruházást, amely a nyíregyházi lakosokat pozitívan érinti, támogatni tudjuk konstruktív ellenzékként, viszont keveseljük azon szilárdburkolat beruházásokat, melyek a gépjárművezetőket érintik, illetve azon lakosokat, akiknek még mindig a nyáron a por, télen az eső és a latyak miatt kell elszenvedniük a nehéz körülményeket. Ilyen utcák számtalanok vannak, Bokortanyákon, Nyíregyháza külterületeit érintve, úgyhogy szeretnénk, hogyha a város ezekre is nagyobb figyelmet fordítana. A testület arról is döntött, a Megyei Jogú Városok Szövetsége által tett felhíváshoz csatlakozva Nyíregyháza újabb támogatást nyújt a válsághelyzetben érintett kárpátaljai magyarok megsegítésére.